Köszöntöm Önöket, ez már a Weekend második része. A Tokaj-hegyaljai születinapok a borvidék legnagyobb szőlő- és borkultúrához kapcsolódó fesztiválja. Csúcspontja a szüreti felvonulás, de nem csak erről szól ez a rendezvény. Hamarosan kiderül, hogy milyen programok lesznek jövő héten, hiszen vendégem Posta György, Tokaj polgármestere. Szerbusz, polgármester úr! Szerbusz, jó estét kívánok mindenkinek! Háromnapos gigarendezvényként is titulálhatnánk a születinapokat. Jövő héten pénteken, szombaton és vasárnap is várjátok az érdeklődőket. Adott a kérdés, hogy milyen programokkal? Én azt hiszem, hogy próbálunk olyan színes programokat összeállítani, ami méltán lesz majd látogatott. Nagyon fontos az, hogy váltottunk bizonyos mértékben, és a borászatok tekintetében a Tokaj reneszánszt kértük föl, hogy legyen jelen és támogassa a rendezvényünket. Ez azt jelenti, hogy Tokaj-hegyaljai legnagyobb borászatainak a legjobb borait lehet majd kóstolni a tokai születinapokon. Én azt hiszem, ez is egy óriási erőlépés, mert eddig ez nem így volt. Most úgy ítéltük meg, hogy a rendezvény programjai mellett a borászatoknak a mienségén is változtatni kell, és így kértük fel a Tokaj reneszánszt, aki a legjobb borászatokat képviseli ma a Tokaj-hegyalján, és ők lesznek a kiállítói ennek a rendezvénynek. Én azt gondolom, hogy egy nagyon fontos lépés volt, mert ez a születő rendezvény nem csak a mulatságról és arról, hogy a betakarítás ünnepéről szól, hanem valamilyen szinten a borról is szól, és ezért is gondoltuk azt, hogy a legjobb borászatokat fogjuk invitálni Tokajba, és ők fognak most kiállítani. Ami nagyon fontos a rendezvény, hogy a pénteken elindul a rendezvény, egy Fenyő Miklós koncerttel fogunk kezdeni, a borászatoknak a jelenlétével együtt, és azt hiszem, hogy ezzel fogjuk megalapozni az egész hétvégének a mienségét. Nagyon fontos az, hogy ez 1930 óta ugye legnagyobb rendezvénye Hegyaljának a tokai születi felvonulás, ezt az idén is próbáljuk színesíteni, még nagyobb felvonulást tervezünk, most már Magyarország legtöbb borvidékéről érkeznek borlovagok, több mint 100 fős delegáció érkezik a városba, akik felvonulnak majd ezen a születi felvonuláson, és hozzá kell tenni, hogy több installáció is van, és ugye azt is hozzá kell tenni, hogy nem csak Tokajról szól ez a felvonulás, hanem a Tokaj borvidékhez tartozó 27 település is ugye részt vesz ezen a felvonuláson. És hogy ilyenkor a polgármestereknek is van ám tennivalója, hiszen ilyenkor mindig a központi színpadon egymás mellett állnak izgulva a polgármesterek, a településvezetők, egy-egy, hát nem is tudom, vödörnyi vagy adagnyi szőlővel, mert hogy készül egy nedű. Igen, ez is most megújításra kerül. Igazából a Tokaj-hegyaljai polgármesterek borának a szőlének az összeadása, tehát ez arról szól, hogy a 27 települési polgármester egyenputtonyba most már a település feliratával, ezzel is az egyenputtonnyal is azt próbáljuk azt az egységet szimbolizálni, ami a 27 településnek, vagyis a borvidéknek az egységét szimbolizálja, és így fogjuk átadni, majd összeadni a polgármesterek borának a szőlőmennyiségét, és azt hiszem, hogy ez az egység is tényleg annak szól, hogy ez a 27 település próbál együtt gondolkodni. Maga a bornak a filozófiát is most átgondoltuk, és mindenképpen szeretnénk ebben egy olyan marketing értékű bort létrehozni, ami egyedivé teszi. Szerintem a világban nincs még sehol egy ilyen bor, ami egy ilyen nemes kezdeményezésből ered, hogy 27 település, 27 dűlőjéből szedik össze ezeket a szőlőket, és ebből a Tokaj Grand készíti majd el a Tokaj-hegyaljai polgármesterek borát, és azt gondolom, hogy ez egy olyan üzenettel bíró bor lesz, ami szerintem egyedülálló nem csak az országban, hanem a világban is. Tehát én azt hiszem, hogy sok-sok olyan dolog lesz majd, amire fölkaphatják az ide látogatók a fejüket, és hát a 27 település polgármestere egyértelműen kifejezi azt a szándékát, hogy ugye a bor összeadásával föl szeretnénk nőni ahhoz a feladathoz, amelyet ugye a kormány egy kormányprogram keretén belül ugye meg kívánja valósítani, hogy ezt a 27 települést meg föl kívánja zárkóztatni, és ugye ehhez komoly forrásokat is rendel majd az elkövetkező időszakban. Polgármester úr, hogyha oldalra néz, akkor láthatja a tavalyi szüreti felvonulás képkockáit. Nagyon jó hangulat jellemzi ezt a tokai rendezvényt, jövő héten újra mosolygós embereket lehet majd látni a belvárosban. Kik szoktak felvonulni, vagy lehet jelentkezni egyáltalán a felvonulásra, még akár csapatnak? A felvonulás elvégre már összeállt a felvonulási stáb, minden település jelezte, hogy ki kíván felvonulni. Ugye ez egy izgalmas felvonulás lesz, és ugye rengeteg lóval, fogattal, ami egy kicsit mindig kockázattal jár, mert ugye a lovak néha kiszámíthatatlanul reagálnak a körülöttök lévő tömegre, és ugye hál' Istennek tavaly is nagyon sokan voltak ezen a rendezvényen, bízunk abban, hogy a jövő héten is sokan látogatnak majd Tokajba. Ezért ez a látványosság már nem fog bekerülni a főtérre, mert biztonságtechnikai szempontok szerint most már nem engedjük be a főtérre a felvonulásnak a lovas részét, ezért a felvonulás maga nem lesz látható a főtéren, hanem a főutcának azon a részén, ahol a biztonságos távolságot meg tudjuk tartani a felvonulók, illetve a közönség között. Tehát ebben is valamilyen szinten módosul majd a felvonulás, de hozzá kell tennem, ilyen színvonalas felvonulás már még nem volt, ami most fogja jelmezni a jövő hét szombaton 14 órakor kezdődő felvonulást, úgyhogy mindenki sok szeretettel várunk. Nem csak a felvonulásra, a programokra, ugye szombat este a Wellhello nagyon népszerű, a fiatalok körében ő fog föllépni, vasárnap pedig egy nagyon fontos eseményre kerül sor, a Tokai Várbarátok ismét megszervezik a Tokai Vár napját, és akik úgymond szeretnék megismerni, hogy hol tart a Tokai Várnak a feltárása, milyen terveink vannak a Tokai Várnak az újragondolása kapcsán, illetve az újraépítése kapcsán, azok vasárnap kilátogathatnak a várba, ingyen lehet átmenni egy hajóval, és megcsodálni azokat a feltárt dolgokat, amelyeket az ásatások során a régészek ugye megtaláltak. Tehát azt hiszem, hogy nagyon, nagyon színes és sok színű programot láthatnak majd a hozzánk látogatók, és hát nem szabad megfeledkezni, hogy a borok mellé jó ételeket is fogunk kínálni, tehát én azt gondolom, hogy nagyon szép programmal tudunk majd kínálni az ideérkező vendégeknek. És hogyha a zenei palettára gondolunk, akkor említetted már Fenyő Miklóst, említetted a Wellhellót, de többek között Kozombolis is színpadra lép, illetve Odett is énekel majd a helyieknek, illetve érdeklődőknek. Ennek a rendezvénynek is külön ékessége szerintem, hogy nem feltétlen csak a környékbelieket mozgatja meg. Tavaly találkoztam olyanokkal, akik az ország másik szegletéről, vagy éppen külföldről jöttek. Tényleg ennyire szeretik a Tokait, és szeretik a tokai embereket? Én azt hiszem, hogy a kulcsa az, hogy ez egy nagyon jó bejáratott a rendezvény. Nagyon régmúltra tekint vissza ez a rendezvény. 1930 óta megszokták az emberek azt, hogy Tokajban ezzel záródik a szezon. Mondjuk ez nem igaz most kimondottan a városi programokra, de a Tokaj-hegyaljai szabadtéri rendezvényeknek mindig ez volt a záró eseménye, és az emberek ezt már évről évre tudják, hogy Tokajban az október első hétvégéje az mindig a születi felvonulásról, születi mulatságról szól, és elvileg ez adja meg az alapot ahhoz, hogy távolról is ide látogatnak a vendégek, mert ugye egy megszokott rendezvényről van szó, és hát szerintem a tokai bor és maga ez a természeti környezet, amit az ide látogatókat fogadja, szerintem ez is hozzájárul ahhoz, hogy ilyen sokan látogatják ezt a rendezvényt. Gratulálok még egyszer, elismeréssel gondolok erre a beszélgetésre, erre a rendezvényre. Jövő héten találkozunk, péntek, szombat, vasárnap, hogyha tehetik, akkor önök is látogassanak el Tokajba. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, polgármester úr. Amúgy pedig önöknek mondom érdekességképpen, hogy a héten ünnepelhettük a Magyar Dráma Napját, egy kis infódús videó következik ezzel kapcsolatosan. A Magyar Írók Szövetségének kezdeményezésére a Magyar Dráma Napját 1984 óta szeptember 21-én ünnepeljük. Madách Imre az Ember tragédiája című művének 1883-as ősbemutatójára emlékezve, amelyet a Nemzeti Színházban állítottak színpadra. A jeles nap célja, hogy felhívja a figyelmet a magyar drámairodalom értékeire, elismerje azt, valamint ösztönözze az írókat újabb és újabb alkotások létrehozására. A magyar dráma, a magyar vígjáték csak a 20. században vált világhírűvé, elsősorban Molnár Ferenc, Lengyel Menyhért és mások jóvoltából. A dráma úgynevezett elmaradását általában a városias kultúra hiányával magyarázták. Magyarországon egyedül Debrecen volt tisztán magyar etnikumú, fejlett polgárságú város, azonban a színházi kultúra a szigorú kálvinista etika miatt így sem fejlődhetett ki. A protestantizmus ugyanis a teátrumot világi, bűnre csábító szórakozásnak vélte. Azt az utat, amely az iskoladrámától a professzionális írói és színpadi műhelyhez vezet, Simai Kristóf jelképezi. Csokonai mellett drámaszerzőként még ő emelkedett ki. A piarista Kassán került kapcsolatba a Magyar Múzeum irodalmi műhelyével, valamint Molière műveit is fordította. A magyarországi dráma és színház világának gazdagságához tehát sokat tett az iskola és az iskolai színjátszás is. Nos, hát a magyar drámáról egy pár információt hallhattak, láthattak az elmúlt percekben. Vendégeimmel viszont nem feltétlen csak a drámázás lesz a fő szerep. Sziasztok, tanárnő és fiatalok! Üdvözlünk mindenkit! Nagyon-nagyon sok iskolában vannak ilyen dráma, szakkörök, színjátszó, tagozatok, ezer meg ezer neve van ezeknek a dolgoknak, csoportosulásoknak. Hát a Nyíregyházi Vasvári Pál gimnáziumba tanítasz és jártok. Ti mióta foglalkoztok ezzel a drámázással, színjátszó szakkörös dologgal, csajok? Hát én 3 éve kezdtem, most 11-es vagyok, aha, és 3 éve lettem tagja, de előtte nagyon sok prózamondó, versmondóra jártam. Ezért is kezdtem el. Hát ez már szinte alap, nem? Hogy azért tanárnő, ezt te tudod a legjobban, hogy egy-egy ilyen szakkörre vagy tagozatra azok kerülnek be, akik így nagyon jó irodalomból és hihetetlen versmondó képességekkel rendelkeznek, és akkor ilyenkor a tanárnők így lecsapnak ezekre a diákokra. Ez így megy, ugye? Hát általában így megy, de a Vasváriban azért másképp alakult. Hivatalosan 2011-től van egy vasvári színjátszókörünk, és a színjátszókörbe igazából nem én válogatom ki a gyerekeket, hanem a diákok önként, ahogy szoktam mondani humorosan, önként is dalolva jönnek, jól érzik itt magukat. Mernének mást mondani a lányok. A foglalkozásokon, és ez szájhagyomány útján terjed a Vasvári Gimnáziumban, és most már nagyon-nagyon sokan vagyunk, több mint 30-an, úgyhogy sokszor alig férünk el a színpadon, és a szerepekért küzdeni kell. Milyen elfoglaltságot jelent amúgy maga a színjátszókör választása? Tehát azért fiatalok vagytok, továbbtanulás előtt, az élet megalapozása a küszöbön áll, hogy gondolok itt arra, hogy van erre idő, energia, tényleg mennyit von el tőletek, meg közben ad is, de hogy ez most így heti 1 alkalom, vagy 2? Hát mi szerdánként szoktunk 2-től 4-ig próbálni, és hát azért sokat elvesz, főleg már úgy év végére, de igazából már csak a társaság miatt is, meg ugye a tanulás miatt, de szerintem teljesen megéri. Minden fáradozás. Nektek amúgy ez cél, hogy nem tudom, színésznők legyetek, vagy ez csak hobbi? Hát én most végzős vagyok, úgyhogy mindenképp meg fogom próbálni a színművészeti egyetemet. Tényleg? De igazából nekem a jogi, ami a cél, de már csak a kaland és az élmények miatt is úgy, hogy mégis meddig jutok el, vagy hogy ott mit mondanak, hogy mi az, amit sikerült így összeszednem és tanulnom a 4 év alatt. És neked, Anna? Hát nekem nem teljesen cél, de azért sokat ad, és sok a plusz abban, hogy ide járok, mert alapból már a feleléseknél is érzem, hogy magabiztosabban felelek a színjátszás miatt. És ugye az érettségénél is sokat fog számítani a magabiztosság, és az, hogy úgy adom elő, hogy én értem, és tudom, hogy miről beszélek, és biztos vagyok abban, amit mondok. És ne értsétek félre, vagy nehogy bántásnak vegyétek, hogy ez egy ilyen magamutogatás, vagy mi az az a dolog, amiért elkezdtétek annak idején? Tehát, hogy szeretétek a színházat gyerekként, és akkor azt mondtátok, hogy hát nekem ez kell, ez az élmény, hogy ott legyek. Igazság szerint mindig utáltam a középpontban lenni. Tényleg? Szóval vicces, hogy színjátszós vagyok, de szerintem nem a magamutogatásról szól ez az egész. Mondjuk anyának is ez a véleménye róla, hogy a színészkedés az maga ez, hogy magamutogatás, de szerintem egyáltalán nem. A Magyar Dráma napja most volt a héten, ugye erről szólt az előző bejátszás és egy kis videónk is. Igazából nem feltétlen csak a dráma adja az alapot, gondolom, egy-egy ilyen színjátszókörnél, de mégis azért ezt a komolyabb műfajt meg kell ismertetni a gyerekekkel. Igen, hát nem akarok most magyar órát tartani, hogy a dráma az egy műnem, és azon belül a komédia, mint műfaj, az ugye valóban szórakoztató. A mi szakkörünknek is elsősorban ez a legfontosabb célja, hogy itt a diákok valóban jól érezzék magukat. Általában olyan darabokat választunk, ami közel is áll hozzájuk, vagy ha nem, mert a tavalyi évünk azért ez egy kivételes év volt, így van. Ugye Katona József Bánk bán volt nektek megtanulni. De most ezt is nem az eredetiben tanultuk, hanem van Budapesten Szabó Borbála dramaturg hölgy, és őtőle tudtuk megszerezni a Kecskeméti Katona József Színházban előadott darabnak a szövegkönyvét, és az ő engedélyével készítettük el tulajdonképpen a párommal együtt, Feró Csabával a szövegkönyvet, és ezt adták elő a diákok. De valóban, ahogy mondod, ez azért jóval nagyobb feladat volt minden diáknak. De valójában, amikor ekte drámát választasz a gyerekeknek, vagy azért az... Hát az előző évben a Vidor Fesztiválon is részt vettünk az utcai előadások keretében, mert akkor Tasnádi darabot választottunk, a rovarokat. Természetesen mindegyiket átdolgozzuk, mindig annak a létszámnak megfelelően, ahogy a színjátszókörbe járnak a diákok, és hát olyan karaktereknek megfelelően természetesen. Tehát ezek nem eredeti darabok, hanem a mi átírataink, a színjátszókör számára írjuk át ezeket. Akár a gyerekek nyelvezetére, vagy azért annyira nem nyúltok bele? Bizonyos esetekben az is benne van, hogy nyilván hozzáteszünk és elveszünk a jó ízlés határain belül, persze, hogy ne sérüljenek ugye az értékek. Említettük, hogy tavaly a Bánk bán volt porondon, illetve a rovarok is akkor helyet kapott korábban. Mi lesz az idei tanévben, vagy mit kezdtetek el tanulni? Mert hogy már itt mosolyognak a csajok, tehát akkor már valami csak van. Mindig ez a legnagyobb meglepetés, hogy tanárnő is az idén mit fogunk, ugye, és ez is hajtja őket. Hát ebben az évben is lesz egy nagyon nagy megmérettetésünk, de szerintem erről inkább ti beszéljetek, Virág. Hát nekünk nagyon nagy élmény, amit sajnos 4 év alatt csak 2-szer történhet meg, az az Erkel Diák Ünnepek Gyulán, az EDÜ. Mikor voltunk legutoljára? 2 éve, igen. De akkor nyertetek is, vagy ott voltatok? Külön díjasok lettünk. És ugye emiatt úgy kell készülni, hogy ott egy 30 perces darabbal lehet színpadra állni, ott nyilván már komoly zsűri és más iskolák, és nekem például az azért volt nagyon nagy élmény, mert külön díjasok lettünk, 8 vagy 9 másik csoport volt még, és azt úgy hozzátenném, hogy az első 3 helyezett az mind olyan iskola volt, akik drámások, tehát hogy ezt tanulják, mi pedig csak egy kis amatőr csoport. Na, de már 20 másodperc maradt arra, hogy akkor Anna mondja nekem, hogy mi az, amit idén porondra visztek. Még mi sem tudjuk nagyon. Hát akkor ez nagyon izgalmas. Hát ez még csak folyamatban van. Most amire készülünk, az majd egy október 23-i műsor, tehát erről tudnak. Ilyenkor a színjátszókör tagjai be vannak vetve. De akkor most nagy nyilvánosság előtt bejelenthetjük, hogy Wedekind a Tavasz Ébredése című darabját fogjuk, amit a Budapesti Operett Színház kamara színpadán már több éve musicalként játszanak. Hát ez is egy vasvári diák színjátszós változat lesz. Akkor Gyula készüljön idén, mert hogy nyerni fognak a vasvárisok. Én köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. És hogyha már fiatalok voltak itt a stúdióban, akkor a fiatalokat érintő témával megyünk tovább. A Nyíregyházi Egyetemen havonta szerveznek ingyenes találkozókat, amelyek a mobilitásról és az Erasmus Plusról szólnak. Az uniós program külföldi tanulást és tapasztalatszerzési lehetőséget biztosít a fiatalok számára. A részletek már is érkeznek itt a Weekendben. Mobility Café, ezt a címet viseli az az egyetemi program, amely ingyenes, és azt mutatja be az érdeklődőknek, hogy hogyan működik az Erasmus Plus. Oláh Mihály saját élményeit, tapasztalatait ismertette az első Mobility Cafén. Ő az angliai Wolverhamptonban tanult egy fél éven keresztül. Fel kell venni egy minimum számban megszabott tantárgyat, és hát azokat nyilván teljesíteni kell. Meg van szabva egy minimális kreditszám, ez általában intézményektől függ, hogy mennyi, és azt kell elérni, meg Hát ezen kívül nyelvi felmérőket kell a fél év alatt megcsinálni, valamint egy rövid élménybeszámolót kell leadni, hogy mit csináltunk odakint. Egy uniós regionális hatásvizsgálat szerint a különböző diákcsere programban való részvétel jelentősen megnöveli a fiatalok esélyét a magas szintű vezetői pozíciók elnyerésére, ami különösen igaz a dél- és kelet-európai fiatalok esetében. A diákcsere programok tárháza pedig évről évre bővül, csak az Erasmus Plus ifjúsági szegmensében idén 1,2 milliárd forintra lehet pályázni. A Nyíregyházi Egyetem hallgatói is jelentkezhetnek külföldi tanulásra vagy szakmai gyakorlatra, tájékoztatott az intézmény hallgatói szolgáltató központjának munkatársa. Dudás Éva kiemelte, az egyetemnek 50 kétoldalú kapcsolata van, valamennyi uniós országba pályázhatnak a diákok. A Nyíregyházi Egyetem Erasmus Plus programja október közepétől érhető el, azonban nem csak egyetemi hallgatók jelentkezhetnek az uniós felhívásra. 13 és 30 év közötti fiatalok több pályázati kategória közül választhatnak, akár interneten is jelentkezhetnek a programra. Az előző bejátszásban láthattak egy kis összefoglalót, információ áradatot az Erasmus Plus-ról, de hát nem feltétlen csak ezt a programot ajánljuk mi a fiataloknak, és nem feltétlen csak a felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak érdemes mozogni, a mobilitást kipróbálni, hanem igenis a középiskolások, a fiatalabbak is mozoghatnak Európa szerte, bárhova. Nagyon sok ilyen mobilitási program van, erről beszélgetek vendégeimmel, Toldi Zsuzsannával, valamint Majoros Eszterrel. Sziasztok! Szia. Szia! Nos, hát a középiskolások, akik ugye a legnagyobb lehetőségeket kaphatják egy-egy ilyen programban, mik közül választhatnak, és egyáltalán minek lesz hamarosan aktualitása? Hát mi az AFS Magyarországnak vagyunk a hírvívői, úgymond. Úgy kerültünk kapcsolatba vele, hogy Eszter lányoméknál a Krudiban volt egy cserediák program népszerűsíteni magát, és ő utána nézett, hogy milyen programok vannak. Hát neki ez az AFS volt szimpatikus, és így kerültünk bele ebbe a programba. Azóta rengeteg diákunk van. Tehát most jelen pillanatban 8-an vannak kint Nyíregyházáról. Segíts, Eszti? Új-Zélandon, Dominikán, Tájföldön, Franciaországban, Belgiumban, USA-ban. Tehát konkrétan bárhova el lehet jönni, azt a mindenit. Tehát ők most vannak kint, és mivel most elkezdődött ugye az újabb tanév, már a következő tanévben kiutazó gyerekeket keressük, mert hogy november 19-20-án lesz az első úgynevezett kiválasztásunk. Tehát akkor már most toboroztok. Igen. Amikor ők megválaszthatják, hogy melyik országba szeretnének menni. Tehát nyilván eleget kell tenni azért bizonyos dolgoknak. Pont ezt akartam kérdezni, hogy gondolom nem feltétlen csak úgy működik, hogy nem tudom, kis Jolika, 10. A-osztályos tanuló azt mondja, hogy én szívesen kimennék Új-Zélandra, hanem azért gondolom kell valami. Most ez tanulmányi átlag, angol tudás, mi kell egy ilyen programhoz? Attól függ, milyen országról van szó. Tehát vannak országok, ahol alapfokú nyelvtudás szükséges, aztán vannak ilyen dolgok, hogy ugye van egy programdíjunk, ha valaki fogadott már diákot, önkénteskedett, akkor kap ösztöndíjat, akkor neki a programdíj nyilván olcsóbb lesz. Igen, azért jók amúgy ezek a programok, mert az ösztöndíjazási rendszer lehetővé teszi azt a diákoknak, hogy lényegében majdhogy nem 1 forintot nem kell költenie, hiszen mondjuk kap egy jó kis zseppénzt, havonta mondjuk 2000 eurót, és akkor ő magának intézi mondjuk a lakhatást, az ételt, italt, belépőjegyek, utazás, és még sorolhatnám, gondolom megvan az, hogy mire költheti. Hát Eszter, te is mesélj azért magadról, hogy te merre jártál, hiszen te is már világot láttál. Igen, én a 14-15-ös tanévet töltöttem kint Norvégiában, egy egész évet is. Aztán. Hát tényleg abszolút bárkinek csak ajánlani tudom, mert egy életre szóló élmény, és én még most is veszek észre magamon olyan dolgokat, amiket eddig nem vettem észre, hogy a hozzáállásomban, a mentalitásomban nagyon nagy változások álltak be, úgymond meg. Az sem utolsó szempont, hogy ugye anyanyelvi környezetben tudjuk tanulni a nyelvet, tehát én anyanyelvi szinten beszélek most már norvégul, egy új család, akire... Volt norvég tudásod, vagy nem, abszolút semennyi. Azt a mindenit. Csak hallás után. És akkor még hadd tegyem hozzá, tehát ő mondjuk angol tanárnál soha életében nem járt, és úgy tette le a felsőfokú angol nyelvvizsgát most, hogy nem is készült rá. Én így tátott szájjal néztem, hogy ezekről a témákról hogy tud angolul beszélni. Hát így, hogy Norvégiában is járt egy éven keresztül, hihetetlen. Miért javaslod amúgy az érdeklődőknek? Tehát azért mondtál itt nagyon érdekes dolgokat, igen, hogy így semmiből megtanultál norvégul, jó, hát persze egy év alatt. Igen, hát nem utolsó szempont ugye, hogy én olyan helyeket láttam, meg olyan dolgokat, amiket így elképzelni sem tudtam, a sarki fény, akkor rénszarvasok, jégfürdőzés, nagyon érdekes dolgokban volt részem, de egy ilyen, hogy mondjam, olyan szempontból is sokat nyújt ez a csereév, hogy ugye, ahogy mondtam, más lett a hozzáállásom, sokkal önállóbb lettem, magabiztosabb, tehát most már nem féltenek a szüleim sem annyira attól, hogy bárhova elengedjenek engem egyedül, mert tudják, hogy úgyis elboldogulok. Na és hát most ez nem titok, mert most is elengeditek? Mert most is elengedtek. Jaj, azt hittem, mert voltál akkor? Egy hete voltam Brüsszelben 10 napig egy Erasmus Plus programon, aminek hát az volt a neve, hogy Csepex, ez 4 ország közt egy ilyen körzetcsere, Csehország, Bosznia, Belgium és magyarországi diákok, 10-10 diák minden országból egy ilyen játékos, hát mondhatni vetélkedő környezetben vitázhattunk olyan dolgokról, ami az Európai Uniót így mindennapi szinten érinti. Azért valljuk meg őszintén, és amúgy nem titok, hogy anya-lánya párosról van szó, te is említetted, Zsuzsa, hogy a lányod, Eszter. Mi kell egy szülőnek ehhez, hogy merje elengedni, vagy mit tanácsolnál amúgy a mostani szülőknek, akik mondjuk kicsit félszebbek, és azt mondják, hogy ha ilyen baromságot, hogy én a lányomat elengedni Norvégiába egy évre, tehát azért ehhez lazasság is kell, így szoktak hozzáállni a szülők. Hát nekem van egy öcsém, aki úgy szokott engem néha egy kicsit terelgetni, és ő szerintem úgy gondolkodik, ahogy mindenkinek kellene. Tehát, hogy ne legyünk annyira önzőek, hogy nem engedem, mert mi lesz vele. Ez az ő élete, őt kell támogatnom abban, hogy a tudása szaporodjon minden szempontból. Tehát, hogyha én most mindent megtiltok és ide kötöm a szoknyámhoz, mennyivel lesz jobb nekem? Akkor nevelek egy olyan embert belőle, aki félszeg, aki semmihez nem ért, nem mer menni, nem tud beszélni. Tehát az semmiképp nem jó senkinek. Neki, hát a személyiséged is annyira kinyílt, fejlődött, és azt amúgy érzi magán Eszter is, úgyhogy már ez egy nagyon-nagyon jó példa volt, úgyhogy köszönöm szépen, hogy elfogadtátok. Nekem is egyébként az volt eleinte, hogy azért úgy aggódtam, hogy most ez milyen lesz, hát meg persze, hogy lesz, meg mennyit fogunk tudni beszélni, meg hogy fogjuk ezt az évet végigbírni. Hát de manapság már a különböző internetes lehetőségek. Igen. Mikor úgy láttam, hogy jól érzi magát, akkor azt mondtam, hogy úgy megnyugodtam, és akkor már nem volt baj. Hát én köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, neked az élménybeszámolót, neked az ötleteket, hogy tényleg a szülők legyenek nyitottak, mert sokkal szebb, okosabb, nyitottabb gyerekeket kaphatnak egy-egy ilyen program után, és hát a gyermek meg világot láthat és tanulhat. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, önöknek pedig köszönjük szépen a figyelmet, egy hét múlva találkozunk, addig is kívánok szép hétvégét, jövő hétre kitartást, és ne feledjék, most hétvégén Tirpák Fesztivál Nyíregyházán, jövő héten pedig Tokaj várja a szüreti napozásra önöket. Viszontlátásra!